valaki politikusnak megy, az eleve nem véletlen. Nagy tisztelt a kivételnek, nem a közérdeket szolgálják. Szóval, ha ránézel egy politikusra, akkor azt kívánod neki általában, hogy milyen jó lenne a meditálna. A magyar nyelv nem alkalmas arra, hogy popzenét csináljunk. Amíg népdal alapú, amíg mindig visszatérünk az alaphangra, ami, amíg... szóval engem nagyon zavar az, hogy nem az angol száz irányba megyünk. A most menő előadók dalai, szerinted azok is még a régi sémára épülnek? Nem, az kezdve Igen, a ez halott egy, egy nagyon jó zenet. példa. Nagyon. nagyon jó példa, nem az én zeném, tehát nem, nem vagyok nagy rajongója, de nagyon elismerem, nagyon tehetséges rács. és, és tök jó ötlet volt, hogy ő vegyíti a magyar, az angol, mert talán így átmegy. Amikor visszajössz Amerikából azzal a tudattal, hogy te azt gondoltad, hogy itt Magyarországon te elég jó vagy, Ilyen. ott pedig az derült ki, hogy ott nem vagy elég jó, akkor azért is jöttél vissza, hogy, hogy megint egy kicsit elég jó legyél? Jó van az kérdés. A három igazság mai vendége, Mester Tamás, üdvözlünk, szeretettel. mondja a Én Tomi mondom, igen, itt van három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket szeretnénk átbeszélni, de hogy milyen sorrendben haladjunk, azt majd te döntöd el. Rendben, szuper. Vanda? Vanda. Ja, a szabályod. Az... Jaj, hét percig. Én ja. annyira elbűvölt, hogy hoztál is nekünk valamit, de erről később esik szó. Szóval hét percig válaszolhatsz nagyjából a kérdéseinkre. Arra három-hét. Visszamerevedhet. Borítékon és hét percem van? Nagyjából, Na, igen, jó. de nem Hát És utána jön a te igazságod, csak később. Legvégén. Melyik szín? Mm, zöld. Zöld. Na, abban az én témaköröm van. De, hogy mindenki egy egy, egy igen. Értem, igen. Ha, most Enyém a zöld, ezt de nem ezt. mindig a zöld az enyém, hanem néha piros. Most éppen a zöld. Így szól. Mi az igazság? Hol itt élsz, hol ott, mert mint külföldön. Mihoz vissza mindig Magyarországra? Hát ö, először is akkor azt kéne tisztázni, hogy miért megyek el mindig. Hát igen. Mert ö, nem is tudom, én ilyen élményeket gyűjtök inkább. Azt hiszem, erre költöm általában az összes pénzemet. Néha hangszereket veszek, néha meg elutazom. És a, míg a birtoklás vágy az nincsen bennem, az ilyen élménygyűjtés az meg nagyon, is szeretem egyrészt a, nem csak az, hogy most különböző kultúrákat megnézni, hanem arra is mindig kíváncsi vagyok, hogy én mennyire változom más másik energetikai környezetben. És hát azt vettem észre, hogy Egyébként nem olyan nagyon sokat éltem külföldön, csak azért, azért mi Is. is. Igen, tehát éltem, mit tudom én, két évig, 20 éves koromban Franciaországban, aztán egyszer valóban tényleg diszidáltam, hát. még ezt akkor így hívják, vagy így hívták Amerikában. Prózai... Tehát Akkor te frankon diszidáltál akkor még diszidáltál. Tehát akkor még lehetett diszidálni. Igen, igen. <sú> volt? Ma már csak úgy megy az ember. Igen, vagy igen. Ilyen ezt ilyen is legyes. elvették <súlva> tőlünk. Van egy, egy szerint barátom, aki azt szokta volt mondani magáról, hogy én vagyok az utolsó, aki 89-ben diszidáltam Németországba. <laughs> igen, és valójában. Ez mikor tán volt, Tányi? Volt. Hát 20 éves voltam, amikor így, vagy 22, nem tudom, ezek a kronológia anekdoták. Dobbantottam, igen. De. És akkor hova mentél? Akkor Amerikába mentem, New Yorkban éltem két évet, Los Angelesben egy évet, és úgy kerestem magamat, meg kerestem azt, hogy hát akkor még Amerika más volt, tudod, uh -huh. na? akkor még az volt bennünk, hogy onnan jön a Rock and roll, az összes jó film, most már ez nem pont így van. Nem, ez hát a... akkor várjál, nekünk akkor ez hányban volt? Tomi? Nem tudom ezeket, tényleg. De esküszöm, ha nem diszidáltál, nem akkor 90 előtt volt. Mondjuk igen. Igen. de uh... én nem, csak én hívom így, mert nekem, nekem, nekem tűnik úgy, mintha ha, ha diszidáltál, mint diszidáltál, diszidáltál. volna. Igen. 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 igen, de az akkor, a, vegyük akkor ezt a korai 90-es, késői 80-as éveknek, hát akkor az amcsi volt. Tehát az, 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 az kultúr sok volt. Meg hát a szakmám miatt is tudjuk. Nem mi találtuk föl magyarok a popzenétől, mindig is távol álltunk, szerintem a mai napig. És hogy valahogy onnan jött ez az egész, és kíváncsi voltam meg akartam mérettetni magam, tudod, hogy, hogy, hogy aztán lehet, hogy úgy dolgoztam, hogy kevésnek találtattam, de hogy meg akartam nézni, hogy abban a közegben, ahova én mindig vágytam, ott, ott el tudok elérni sikereket. Én kiderült, hogy nem. De, de miért De legalább De várjál, <coughs> miért? Túl nagy a verseny? Igen, meg, 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 meg hiába éreztem itthon úgy, hogy talán ügyesebb vagyok, mint a kortársaim, Amerikában az összes metró megállóban a homeless-ek énekelnek, és néha jobban, mint én, szóval. Amikor a Times, Times körön jártam, ezt a, azt azért, én meg kiragasztottam két utolsó pénzemen. Egyébként ez az oka, hogy vissza szoktam jönni, elég prózai. Hogy elfogy a pénz. Pénzem. Szóval, hogy kiragasztottam két, akkor még fiatal voltam, és bohó, és az egy, egyik ötletem az volt, hogy akkor modell leszek, ha már a zenélésből nehezen tudok megélni a másik az ötletem az az volt, hogy akkor megtanítok mindenkit gitározni, és akkor kiraktam, tudod, ez az otthon printeltem, és akkor az alján ilyen, hogy milyen számot kell fölhívni, hogyha gitározni akar valaki tanulni. És egy hét múlva visszamentem, és egy sem hiányzott, egy sem hiányzott a modell karrierem is dugába dőlt, amikor egyből, ebből sikerem lett, tehát azt mondom, hogy adattam a kártyáimat valami divat cégnek, és egyből visszajöttek egy válogatásra, Valamilyen magazinnak a címlapjára, és az volt a fő cím, hogy kiöregedett rockerek. És ez, ez volt a <laughs> nem... Szóval Éreztem, hogy most akkor nem ez a befutás első napja. Szóba... Na de, ja. Jó, ja. Jó, akkor értem, elfogy a pénz, azért is okay. jössz vissza, de mondjuk, amikor visszajössz Amerikából, azzal a tudattal, hogy te azt gondoltad, hogy itt Magyarországon te elég jó vagy, Igen. ott pedig. Az derült ki, hogy ott nem vagy elég jó, akkor azért is jöttél vissza, hogy hogy megint egy kicsit elég jó legyél? Jó, gonosz kérdés, de nem, nem. Inkább nem az történt, hogy észrevettem, hogy én ott nem vagyok elég jó, hanem hogy mennyi mindent kéne azért csinálni, hogy a kortársaimat le, legyőzzem, uh -huh. mert hogy egy iszonyatos verseny van. A legnagyobb sikerem életemben az egy 200 fős New Yorki klubban volt, a Café Va nevű helyen, ahol egy zseniális, egyébként főleg feketékből álló zenekar játszó, de tényleg ilyet én még soha, illetve azóta sem hallottam ilyen megszólalást. És ott lehetett jelentkezni, hogy ilyen karaoke jelleggel, csak élő zenekar van a hátad mögött, hogyha valaki akar énekelni. És akkor egy barátom felírta, hogy én szeretném elénekelni a Pearl Prince dalt, de előttem, tudod, az összes a, 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 a színházakból mindig jönnek a művészek és hihetetlen hangok énekelnek, tehát borzalmas zavarban voltam, becsukott szemmel énekeltem a dalt. Egészen addig, amíg van ez a sikítozós rész a közben, I know, I know, akkor mertem kinyitni a szemet, és egy, ahányan ültek a helyen, annyi öngyújtó volt ugye magasban. És főleg feketék, az meg nagyon megtisztelő volt. És olyan megszólalás volt, és olyan fantasztikus volt. Tényleg fantasztikus volt. Életem legjobb bulia. Én ezt úgy látom, hogy ott nem elvérzik valaki. Egyszerűen tényleg brutális a verseny. Igen. Tehát az innen felfoghatatlan a méretei miatt, az, hogy az egy gyűjtőtége, mert ott a Times Square és környéke, a Broadway. Igen. E Ad, ad, tehát én azt sem tudom, hogy hogy választják ki a tehetségeket. Ennyiből. Én sem tudom, nem derült ki, valószínűleg jó helyen, jókor, jó, kor, jó nem, nem tudom. És akkor tényleg esély sincs? Mert erről már beszélgettünk itt többekkel, akik mm. hasonló utat próbáltak bejárni, Kevés vagy, illetve hát semmennyi sikerrel. Esélytelen dolog szerinted Magyarországról vagy, vagy Közép-Európából? Ahhoz, hogy Magyarországról valaha szülessen egy világsztár, ahhoz a magyar rádióknak, az összes médiának föl kéne vállalni az, hogy angolul játszanak magyar előadóktól dalokat. Tehát ez a, ez a minimum, mm. hogy el, el tudjunk kezdeni versenyezni. Érted, Svédországban, ahol mondjuk ez a második anyanyelve az embereknek a, az ab, abbánál már kiderült, hogy az első lemez még kiadták svédül, és aztán a nemzetközi sikerhez abba kell hagyni az anyanyelven. A magyar nyelv nem alkalmas arra, hogy popzenét csináljunk. Na, de te tettél is ezért, tehát rengeteg dalod, angolul íródott végül, és elő is adtad. Viszont ami engem a lelki rész érdekelne, amikor visszajössz, ugye másfél év, akármennyi is, amennyire tudom cikkekből, hogy el is tapsoltad egy lakás árát kb. Amerikában, hogy magad, Igaz. meg ezt az álmot kergetted az álmok földjén, az ígéret földjén, visszajössz, és hát azért ez egy nagyon nagy meghasonlás. Bár remek öniróniával kezeled mindezt. Visszajössz, ezer kérdés, és újra kell kezdeni gyakorlatilag a nulláról. Milyen állapotba voltál akkor? Én már jóval korábban meghasonlottam ebben az ügyben, amikor Franciaországból jöttem haza, ja. és ak akkor ott kiderült, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez nem működik, ez a dolog. Tehát, hogy a nemzetközi karrierhoz valószínűleg már gyerekkorban el kell kezdeni, tehát lehet, hogy már hat évesen a Disney-nél kell énekelni, mint a Britney Spears és társai. Um, meg hát egy idő után kiderül az is az ember számára, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás az életre, hogy ő most világsztár lesz, ez csak egy ilyen gyerekkori álom, amit csak azért is alapon próbál kergetni. Szóval inkább így azt nem, hogy ez vicces. Na nézzük jaj, a következő ezt Igen, összekeveredtek. Sárga vagy piros? Ah, piros. Piros. Laci. Mi az igazság? Lassabban élsz ma már? Lassabban? Nem tudom, hogy gyorsan éltem-e. Most arra gondolsz, hogy, hogy rock and roll osztam? Igen. Um, ad, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy, 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 hogy most inkább meditációval foglalkozom, miközben régebben. Igen, meg, ide akartam meg, ide, kiukadni, ah. mert a kettő között azért nagy dinamizmus különbséget vélek én fel. De nincs. De nincs. Azért nincs, mert mind a kettő a tehát a is meg a meditáció és a szabadság keresésének a különböző formái. És csak a felszínes szemlélőnek tűnik úgy, hogy ez nagyon távol van egymástól. Igen. Ezek ilyen csúcsélmények. Tehát mondjuk, hogyha az ember üvöltözi, mondjuk, hogy nézzük ezt a kávévás jelenetet, ahol üvöltöttem Aha. a Pölpönyt, az egy csúcsélmény, ez egy olyan tapasztalás, amit soha nem fogok elfelejteni. Ezeket keresi az ember, főleg, ha művésznek megy. A meditáció szintén ilyen csúcsélményeket okoz, ami azt ismerem ma már mondani, hogy felülírja a rock and a szabadság fokát, tehát ott olyan elképesztő eufória van, hogyha az embernek ez sikerül. Ami miatt döntöttem úgy, hogy, hogy inkább ezzel foglalkozom, mint a rockzenével. Nem adtam föl teljesen, tehát nem az, hogy abba hagytam, hanem csak ha tartok egy 20-10 éves szünetet. De a meditáció az, az elképesztően jó dolog, tudod? Tehát, hogy, hogy, amikor nekem ez először sikerült, akkor azonnal az a megosztás örömmel diktálta, hogy, 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 hogy ezt én át akarom adni. Vezetett valaki a meditációban, mert önmagunkat tanuljuk, legalábbis saját például indulok ki, sikertelen vagyok egyelőre. Már lehet, hogy most... Szerintem csak rossz instrukciókat kaptál. Én is húsz évig csináltam rosszul, azért merem mondani, hogy barom egyszerű meditálni, csak... Ő, esélytelen vagyok, én, most belekezdek tízni, megdöglök, tehát kész. De, De nem, nem, nem. Azt szerintem ott szokták elrontani, és én is itt, szok, én is itt rontottam, ezért merem mondani, hogy mindenki azt hiszi, hogy a meditációban neked van valami erőfeszítést kell tenned, aktivitást kell tenned, hogy azért, hogy ne gondolkozz. Uh -huh. tehát hesegetek a gondolataidat, uh -huh. próbálod. Így. És ez kontraproduktív. Pont az ellenkezőjét érdemes csinálni, miszerint megfigyeled a tudatod terében megjelenő gondolatokat, és hagyod, hogy ott legyen. Egyáltalán nem próbálod, nem tűzzel, vassal, nem, nem teszel ellene semmit, hanem csak hagyod, hogy ott legyen, és figyeled. És ha eltöltesz egy kis időt ezzel, akkor az elme annyira megunja, hogy saját magát figyeli, hogy elkezdenek lassulni azok a képek, amiket bedobál automatikusan. Ez a Mókus Ez a mentális ugye ez magától történik. Tehát nem te hozod létre a gondolatokat, hanem ez egy automatizmus. És te az én meglátásom szerint a tudat vagy, aki képes megfigyelni az elme tevékenységét. Uh -huh. És azt az elme nagyon nem szeret és inkább kikapcsol. Inkább azt mondja, hogy jó, akkor egyetértek veled, most egy fél órára hagyjuk ezt az egészet, és elcsendesedik magától. Te nem csinálsz érte és semmit. És ehhez felszínesen ismerve ezt az egészet, milyen környezet kell? Tehát ezt te bárhol el tudod érni ezt az állapotot, vagy kell egy rét, vagy egy csendes szoba, sötét, vilá... érted, hogy mit kérdezek? Itt ez, ez, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy ez a csend állapot, egy ilyen békés tudatállapot, amit be rengeteg ajtó nyílik. Van maratonfutók szokták mondani, hogy egy bizonyos távolság vagy kilométer után ez a flow állapot, ez létrejön. megvan. No. Eddig nem értettem. No. Eddig nem értettem. Nekem ez autóversenyzés közben jött meg egy a flow élmény. Aha. Összesen annyi történt, hogy akkor voltam a leggyorsabb kívülről, amikor belülről a leglassabbnak éreztem Aha. mindent. Tehát hirtelen minden lelassult, minden természetes volt, minden egyszer És amikor én életemben először éreztem egy versenyautóban ezt a flow mint akkor mániásan akartam, Addig hogy legközelebb életem. is jöjjön, mert ez valami elkés. És belépett az akarat, és már nem jött. És nem jött. Így van. És aztán egy idő után megint egyszer találkoztam, és nem tudtam, hogy 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 hívjam ezt elő? És évek kellettek, amíg beültem a versenyautóba, uh -huh. és automatikusan jött a flow élmény, de csak akkor, ahogy te most ezt elmondtad, amikor nem akartam. Igen. Egyébként ugyanez történik néha. Richard Bach írta, hogy van zuhanytündér, álomtündér, valószínűleg ezek szerint autóversenyzés tündér is van. Ez azt jelenti számomra, hogy mondjuk, a, amikor mondjuk nézzük a zuhanyzást. Ugye az elmének az legfontosabb funkció ilyenkor, hogy ne fulladj meg, tehát próbálsz, de valami, valami be van kapcsolva a fejedben, egy picike kis hátul a fejed, a hátsó részében, az agyad hátsó részében, hogy, hogy azért nekem most oda kell figyelnem, nehogy elessek a fürdőkádban. Ugyanezt történik a vezetésnél is, hogy ugye ezeket a dolgokat, ami gáz, pedál, fék, tudod, ezeket már automatikusan csinálod, Igen, de azért az agyadnak be. le van terhelve egy része, hogy ezt kontrolláld. És ez pont elég ahhoz, ugyanezt csinálja a vezetett meditáció is, hogy leszűkíti az ezermillió gondolatodat egyre, arra az egyre, amivel kötelező foglalkozod, és aztán azt az egyet is elengeded, ez nem és hirtelen ez megtörténik, akkor olyan a csoda. De tényleg De csoda. Tényleg csoda. Figyelj, van. Innen bevallok neked valamit. Mm. Hallgattalak, figyeltem, és a párhuzamos agyam magamban az volt, hogy egyszer én megértem ezt a meditációt, hogy csirke leszek énekelve egy fán, komolyan mondja, igen, itt van, nem értem. És amikor beakadt, hogy fia ugyanarról beszél, elmondom neked, hogy az a flow élmény, amit én idéztem föl a saját igen. életemből, az a legjobb. máni... De figyelj! Igen. Eh, a nyugalomnak, a céltudatosságnak, a létezés lényegének, minden eszenciája benne van. Igen. Tehát nem valami, ami tudattalan vagy, mert tudatában vagy. A meditáció az tudatos vagy éber, vagy de gondolatmentes? Igen, igen, uh -huh. igen. Tehát minden egyszerűsödik. Igen. És ez látod, ilyen egyszerű, és szerintem azért borzasztóan nehéz a spirituális útról beszélni, mert mindenki azt hiszi, hogy valami misztikus dolog, a húsz évig kell a Himalájában meditálni, akkor esetleg néhány speciális individum, de nem, ez mindenki meg tudja csinálni, hogyha jó instrukciókat kap. Hiába akarom ilyen görcsösen ezt a flow élményt, ahol gyors leszek, tehát eredményesebb leszek, nem megy és Itt van a mester és a tanítvány. Ma <laughs> megy De, és akkor azt is mondod, ami a, amit a Laci kérdezett, hogy akkor ez nem lassabb, vagy nem gyorsabb, mint mondjuk a rock and roll életmód, nem. vagy Én a már normál a, hétköznapi jó élet? Jó volt a válaszolatom. Hát no? gyakorlatilag a rock and roll, meg a meditáció kapcsolata az ott, amikor 300-zal mész az autóddal. Az Így van. Az, az Aha. Az, Tehát ugyanígy gyorsan lelassulva. Igen. Hát, még van, van egy pár ilyen szó, amit ide, nagyon idejelik, mondjuk az önfelettség ilyen. Tehát, hogy nem, nem, ne, nem vagy szerepben, tudod, hogy fogalmad sincs, hogy ki vagy, hanem benne vagy ebben a flow állapotban. Az önazonosság, hogy szintén elfelejted a szerepedet. Ez ugye minden az egónak az az elsődleges funkciója, hogy létrehozza az individumot, ezt a szerepet, amivel egyébként játszani tudjuk az életet, de baromi jó érzés megfeledkezni róla. Aha. Egy dolgot nem értek. Ugyanis amikor nekem ez a flow élményem volt folyamatában, akkor ugye az egy cél irányába hatott, uh -huh. minél gyorsabbnak lenni, leginkább megnyerni azt a versenyt. Uh -huh. e, a... Na de ez csak addig igaz, amíg el nem éred a fló Hogyha a... Ez igaz. M ugye, mert hogy akkor már csak az a cél ridereli. Tehát ez, ez indítja el? Való... Van egy különbség szerintem a. A lelkesedés meg az akarás között, amíg a cél a verseny megnyerése, az egy akarás, és ugye egészen a cél eléréseig nem vagy boldog, mert hiszen egyfajta hiányt élsz meg, Igen. valami még nincs meg. A lelkesedés, ami egyébként a te valószínűleg, amikor vezetsz, az a különbség, hogy folyamatosan jelen tudsz lenni, és nem éled meg a hiány sem, mert annyira lelkesít még a cél elérése is, hogy ott folyamatosan jelen vagy, á, gyakorlatilag Ez a meditatív állapotban. Ezért az akarás és a lelkesedés közötti diffi az óriási, pedig úgy néz ki, hogy ez majdnem, hogy egy hajszál egy válasz. Igen. Igen. Tehát a, ami, hogyha az ember lelkesedésből tervez, akkor ne, nem befolyásolja a célt. Tudod hanem akkor folyamatosan jól van. Hát igen, tehát hogy, hogy tudatosan is be lehet lépni ebbe a mondjuk ihletett állapotba, azt szerintem zseniális, tehát hogy nem kell feltétlenül megvárnod, amíg újra háromszázzal mész, hanem hogy ezt elő tudod idézni egy fotelben is. Igen, akkor jól látom azt, amit most érzékelek is belőled, hogy köszi, te rohadt jól vagy. Ö, ö, örülnék, ha így lenne, de nekem is vannak depressziós pillanataim, inkább a szenvedéssel töltött idő rövidült le a meditáció miatt. Tehát hogyha észreveszem magamon, hogy depressz, mit tudom én, olyan gondolataim vannak, am am amelyek lehet, hogy Elhagyott a csajom, nincsen elég pénzem, bármi, bármi, ami szenvedést Igen. okoz életemben, olyan történés, akkor a meditatív tudatában azon segít, hogy lerövidíti ezt az időt, mert egy perspektíva váltás történik. Kívül. Okay, tehát, ha te elnézni? felismered Igen. a deprimált pillanatodat, uh -huh. akkor van eszközöd, amihez nyúlsz, uh -huh. hogy ezt kvázi lerövidítsd? Mert perspektívát tudok váltani, uh -huh. és kicsit olyan, mintha kizummolnék a filmből, amit nézek, vagy az, amit, amit élek. És igaz, hogy ennek azért vannak hátrányai is, hiszen annyira nem élem bele magam a filmemben, mert nem hiszem már el, hogy az az egy szerep vagyok, amit mindig is játszottam. Viszont tudok, ez előnye meg az, hogy ugye tudok szabadon változtatni a különböző szerepeimen, vagy a színeimen. Ön nem sok időt hagyni. Ősön, hát az, 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 ugye egy gondolat, ami, amit jobb, hogyha az ember megvizsgál. Igen, ez kerüljük Ha jogos el. is a bánat, milyen érdekes ez, hogy a perspektíva váltásról szól mindez. Tíz évig eltűnt el gyakorlatilag. Mindaz, amíg ez a tíz év zajlott, közel egy évtized, nem hallattál magadról, nem is adtál interjút, tudatosan visszavonultál mindettől. Éppen az épülésre szolgált? De ezek nem tudatos, tehát nem meghatározom el előre, hogy most akkor tíz évig csendben leszek, hanem inkább valahogy így alakul, és amíg nincsen mondani való, addig általában csendben vagyok. Mi Miért olyan? Most a... már mondani való. Most ez például a legújabb mondani való, És ennek is köze van a meditációhoz, igaz? Abszolút. Aha. Mi, mi ez van ez az, az avanova.org nevű oldalam, ami meditáció oktatása tette a hangsúlyt, és uh -huh. viszont ezen belül a könny könnyedségre, meg a játékosságra, tehát nem akarjuk ezt nagyon komolyan venni ezt a témát. Pont azért, hogy egy ilyen, hogy ahogy neked is most sikerült megvittem. Azon rájöjjön. Rá rendő... ja, akkor mond erről. Ez egy olyan játék, honnan is kezdem. Elkezdtem figyelni, pont ahogy az előbb beszéltük ezeket a perspektívaváltásokat, a saját gondolataimat, és rájöttem, hogy egy függvényrendszerben el tudom őket helyezni: hogyha mondjuk felül van a pozitív, alul a negatív, és középen mondjuk a neutrális gondolatok, vagy mondjuk a nem gondolkodás, balról jobbra pedig mondjuk az idő, tehát múlt, jelen, jövő. Ha kinyitod a játékot, és kiveszel egy ilyen vastagabb. Azt azokat az első, nem az, hanem az első részeket. Az aha, és ez maga ez a varázs iránytű, amire bármelyik gondolatodat el tudod helyezni. Tehát tudod, hogy mi az érzelmi töltése, tudod, hogy fejben a múltban jársz, vagy a jövőben jársz, és mm. igen, okay. pontosan így kell elhelyezni, hogy most leraktad. És látod, hogy ott a pozitív jövő az ugye a rád feladat, a negatív jövő az az, amitől tartasz. A pozitív múlt az, amint már túljutottál, amire mondjuk esetleg büszke lehetsz, a negatív múlt az, a, hát mondjuk a traumáid, tudod. Uh -huh. És van egy csomó idézett kártya ebben a dobozban, húz egyet, mert az a szinkronicitás, az... na most nagyon érdekel, mit húzom. Na, szönyv. Igaz? Mondd. Na no, jó, igaz. Minél csendesebbé válsz, annál többet hallasz. De jó. Ki mondta? Ramdas. Ramdas, igen. Tehát, hogy mondjuk ezt az idézetet kihúzod, és ezen az iránytű nagyjából el tudod helyezni, hogy ezzel neked dolgod van-e. Én azt valószínűsítem, hogy a pozitív jövőbe fogod tenni, hogyha többször akarod lecsendesíteni a, az elmédet a flow megértése hát, után. Már, elér, már, annyira megörültél neki, hogy állás, hogy amit már, már elérte? Érzett, igen. Már elérte. Elérte. Végül is túl vagyunk Ma rajta. tudatosult benne. Én ilyen boldognak nem láttam még Lacit, mint amikor felismerte, hogy igen. ő igen. meditálni voltak. Igen. De nem, meg ezt hasonlót szoktál mondani. Igen. 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 Jó, szuper. Na, és hogyha ezt sokáig csinálod, akár társaságban, mert több ilyen iránytű van benne, akkor egy idő után egy elképesztően pontos önismereti térképet kapsz magadhoz, mert mindig Mert az idézetet hova tette? És akkor a többiek is segítenek, hogy beleszólhatnak, mint én most mondjuk. Pontosan így van, és akár vannak ilyen vétókártyák, hogy hát Laci ez neked azért még nem a múltad, ez vagy túl. Ez nagyon rohadt jó és vannak benne különböző párbajkártyák, rengeteg használati utasítás, az 40 oldalas, de csinált, mert én sem szeretek használati utasításokat olvasgatni, írnak. írni még rosszabb volt, viszont van benne ez a QR kód, hogyha arra rámész a telefonod, egy ilyen mesterséges intelligenciáltal generált varázsló bácsi elmagyarázza az egész játékot jóval gyorsabban, mint ahogy az le van írva. van. Aha. Igen. És én te bahagom, találtad ki, Tomi? Aha, igen. Ez mennyi ideig tartott, mire ezt megálmodtad? Ez nem volt hosszú ma a legyártása, meg az, hogy szép az, formában az, az, az sok volt, de de nagyon sokat segít, és a barátaimmal, amikor játszunk, akkor mindig új és új üzeneteket kapunk, és én is ráadott bennek mindig valami fantasztikus dologra. Meg a szinkronicitástól, uh -huh. tehát hogy nem véletlenül húzott ki azt a. Az igen, uh -huh. igen, igen, igen. Balin született az ötlet, vagy még volt? Balin, ott, pontosan Balin Mert onnan jöttél vissza Magyarországon. most mi ott kérdéssel? voltam fél évig, és valamiért nagyon-nagyon nem tudom, helyi energetikája vagy, nem tudom, de nagyon produktív voltam, írtam két könyvet, és megszületett ez a játék. E ez nagyon anyan... jó. Figyelj, Tomi! Jöjjön a Vanda utolsó kérdése. Mi az igazság, Tomi? Soha nem foglalkoztatott a közélet úgy, mint a szüleidet? Oh. Hát, de van is elég sarkos véleményem, csak nem nagyon szoktam kimondani. Ennek a, tisztázzuk igen. a dolgot, ugye Mester Ákos. Igen, újságíró. egy ellenzéki újságíró volt. A mai napja nagyon sokat beszélgettünk a politikáról. Én gyerekkoromban ezt így intravénásan kaptam, azért meg is utáltam a dolgot, meg nem is tudom, hogy van-e jó megoldás már, mint társadalmi szinten, hogy mi a legjobb társadalmi forma. Ugye úgy néz ki, hogy a Legjobb találmányunk eddig a demokrácia, de az sem működik túl jól. Én a királyságban kicsit jobban hiszek, ha tudnánk jó királyokat választani, az Hának sem működik jó király jól. király találni, igen. Fú. Nekem nagyon nem tetszik a második. Második Zseni jó király volt. Voltak régebben, szintem, hogy bölcsek, bölcsek körét kéne összehozni, vagy ilyen sejtszerűen kellene, na mindegy, én annyira emértek a politika, az ebben hogy nagyon belemenjünk. Azt tudom, hogy nem tetszik, ami most itthon történik, nem mindenről tudunk szabadon beszélgetni. Azt gondolom, hogy a maga, a valaki politikusnak megy, az eleve nem véletlen. Nagy tisztelt a kivételnek, nem a közérdeket szolgálják általában hatalommániások, és később már csak hatalom megtartása miatt. Szóval, ha ránézel egy politikusra, akkor azt kívánod neki általában, hogy milyen jó lenne a meditálna sokkal szebb világban élnénk. Gondolj bele, hogyha nagy vezetőink, királyaink ezt a flow élményt megtapasztalnák, teljesen más világban élnénk. Jössz egy családból, amelyiknek a közélet, a politika, de a kommunikáció is azért, azért az eszköztára volt, hát hiszen a rendszerváltás környékén az édesapád az nem csak ismert rádiós, hanem ismert televíziós is volt jó ideig. Igen. Ami ki nem rógták mindenhonnan. Igen, egy lázadó karakter Igen. volt, tehát rendszerváltó volt. Igen. Ő volt a 168 óra alapító főszerkesztője, akár rádióműsorban, akár Igen, újságban. Ezt te azokban az években hogy élted? Hogy élted meg vele velük? Tényleg nem volt kedved ebbe az utcába menni? Nagyon nem volt kedvem. Én általában azokat az utcákat nem szeretem, ahol nem látom a. Tehát, amik ilyen zsákutcák, és nekem a politika az egy ilyen zsákutca. Nem mondom, mert nem lehet megoldani. És a tömegkommunikáció, mert akkor, ha, ha nem a tartalmat nézed, hanem magát a formát, uh -huh. az eszközrendszert. Nem akartál rádiós tévés lenni? Ó, nem. Nem, Nem, egyáltalán nem. Én. Nem szívod be a pagodát, biztos gyártál be a pukádhoz. De és ez egy olyan de jó hely, hely volt. Ott hát pártjárnoszt szereztem hát meg. Igen. De... igen. Ö... Szerint, szerintem pont az volt az oka, hogy én ettől elmozdultam ettől a témát, hogy nagyon sokszor hallottam a desti vacsoráknál ez, erről a politikus. Úgy éreztem, hogy az, tehát túl komolyan veszik magukat ezek az emberek mindkét oldalon, és ez tőlem nagyon távol áll. És már gyerekkorodban is a muzsika világa volt az a zene, ami kitöltötte a, 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 belső létedet? Aha, abszolút. Tehát én hat éves koromban, amikor bejött valaki az osztályba, hogy ki akar gitározni tanulni, akkor én az automatikusan tettem fel a kezemet. Mondjuk, hogy ez sorszerű volt. Vagy inkább azt mondom, hogy előre meg volt így, vagy determinálva volt, hogy én, én, biztosan zenész leszek. A motiváció az teljesen prózai volt, tehát hogy tudtam, hogy ha gitár van a kezemben, akkor csajozni könnyebb. Tehát ez ilyen egyszerű volt. Meg Paul McCartney akartam lenni, egyszer hazakültek egy farsangról, mert Paul öltöztem, ami pont úgy nézett ki, mint az utcai ruhám, mert így volt eleve vágva, yeah. és volt egy gitárom. Szóval, hogy ezt ezt, 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 szerintem a zene az egyik legfantasztikusabb dolog, amit itt lehet csinálni a Földön. és én te tudom, ezt ég... nullából élted valójában. Tehát ezt, ez, ez, életcél volt, és te ezzel foglalkoztál. Abszolút. Ha te nem zene. akart lebeszélni róla? De. 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 Azt szerette volna, hogyha egy ilyen, hát mit tudom én, ügyvéd, orvostól, de szokásos. Uh -huh, jaj, jaj. Úgyhogy nagyon sokáig ő nem is pártolta az, hogy én zenész legyek, mindig tudod, a szokásos kérdés, hogy jó, hogy oké, zenész hobbiból, de, de mi lesz, mi lesz a mi lesz a szakmára, Mi lesz ha nagy lesz? Emlékszem, nem. hogy fölhívta egyszer a presszert, hogy megkérde el ő az ő állítása szerintem nem ért hozzá. És akkor felhívta a presszert, hogy te most akkor ez a fiú, az tehetséges. Mondta, hogy beszok. És akkor megnyugodott egy kicsit. <síns> és aztán ültetek egymás mellett, nem? A... igen, 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 igen. A igen, igen. De egyébként valójában a színpad mellett azért a kamerák elé is beültél. Hát, hogy viccből. Ja, az, az is vicc yeah, volt. Ilyen? Hát annyiban nem, hogy, hogy azt szerettem volna, hogy szerepet válni abban, hogy ne a magyar közízlés tükrözze vissza az, amit a, amit a zsűri mond. Én például a szerződésembe beírattam a tv 2 hogy nem kérek ilyen füles, nekem nem mondják, hogy mi legyen a véleményem. Meg aztáról beszélünk? Így van. És és én, én szabadon szerettem volna pont azt, tehát ez az amerika típusú zenét, uh -huh. azt szerettem volna, nem a magyar négyalókra. És dalokra. ez a misszibe sikerült, szerinted azokban az években, amikor? Ja, akar... a... Nem, nem úgy értem, nem, hanem ott mondjuk. Azért sokat segít a meditáció Mester Tominak, mert olyan pozitív tud Nem, hát itt reálisnak kell lenni. Jó, hát, évekig de küzdöttem, még az, még az Andy Vajnával csináltam egy alapítványt, ami mielőtt még a politikába belefolyt volna, a magyar, angolul éneklő magyar zenészek megsegítésére jött létre, ami azt jelentette, hogy ha bárki hajlandó angolul csinálni zenét, akkor azt mi magyarok közül, akkor eljutatjuk az összes magyar rádióhoz ingyen, és csak valahogy toljuk már le a torkukon, hogy ne állandóan a magyar népzenéből építkezzem. Nem sikerült. nekem a, tehát van néhány ember, mit tudom én, a Király Viktor, Radics Gigi, van néhány, akik megpróbálkoznak most már ezzel, és talán ennek lesz valami következménye. Amíg magyarul énekünk, addig semmit nem, nem fogunk tudni kihozni a magyar popzenéből. Hát várjál, külföldön nem hát, nemzetközi tudni, szinten, nemzetközi szinten. Vagy most, Szerintem most az, ott. Azért, mert nem két, nincs két mérce. Tehát a, a zene, zene az vagy jó, vagy nem jó, és a magyar zenék és az amerikai zenék ugyanazon a listán vannak. Tehát nincs az, hogy most ez még ide jó, de oda már. Ó, de nem. Hát de anélkül, olyan... anél, anélkül, hogy anélkül, hogy vitába szállnék veled. De csináljuk. És el. nem akarnék magyarkodni, Isten mentsen, és ha sok minden más mellett igazán hülye vagyok valamihez, az a zene. Tehát aztán én végképp nem leszek az, aki ebben komoly vitapartnere tud lenni. De mondjuk, a, említetted a Presser Gábort. Igen. Hát nem egy-nem két LGT-számot, én imádok. A mai napig, sőt, a, nem akarom elénekelni, mert ezt nem akarják hallani, de, de ez én tudom. De ez ez. A Somlónak én is szeretem néhány dalát, ami, ami, amit a, annak idején írt, sőt, legjobb LGT dalokat szerintem a Somló írta, és nem állítom, hogy nincs magyar zene, ami nekem tetszene, tehát csak, oh, hogy mondjam, amíg népdal alapú, amíg mindig visszatérünk az alaphangra, ami, amíg... szóval engem nagyon zavar az, hogy nem az angol száz irányba megyünk, mert hogy ezt nem mi találtuk fel. Hogyha ha lenne... Oh, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. De várj, és ami, ami, ma van, tehát a, a most menő előadók dalai, tehát azok is még a régi sémára épülnek? Nem, az kezdve a ez halott egy nagyon pénzenet. jó példa. Nagyon. Nagyon jó példa. Nem az én zeném, tehát nem, nem vagyok nagy rajongója, de nagyon elismerem, nagyon tehetséges rác. És, és tök jó ötlet volt, hogy ő vegyíti a magyar, az angol, mert talán így átmegy. Uh, nem, tudom, nem nem, lehet ezt a, nem lehet ezt a szakmát innen megoldani, ez más, más kulcsok kellenek hozzá. Uh -huh. Hát elszomorodtuk. Egyébként a tehetséggel kapcsolatban leszom, akartam mondani, mondani, azt mondtad, kérdeztem a, még a műsor előtt, hogy nem is tudom, hogy ott szóba, hogy ne, miért nem lettél művész. Mert mint hogy én. Igen. Eben mindenhez hülye vagyok. Igen, azt akartam mondani, hogy kérdezed, hogy ez a flow úgy hívjuk most a meditációnak a flow, hogy ez arra barom jó, hogy, hogy letölthető tulajdonságnak fogod érezni például a tehetséget. Tehát nem azt fogod érezni, hogy veled született, mint az IQ, de soha nem fog változni, és ez már csak így van. Hanem, hogyha tudatosan belemész ebbe a meditatív állapotba, akkor úgy fogod érezni, hogy a tehetség bármilyen szegmensről is van szó, szóval letölthető tulajdonság. Tehát magadhoz te tudod Tehát lenne? Aha, olyan, mint a Matrixban, amikor felhívja a családot, tudsz helikoptert vezetni, még nem, Ö, és már igen. Kb. ilyen szinten. Tehát bármi, el tudsz nyugodtan kezdeni ennyi idősen is mondjuk zongorázni, ha kedvet tartja. Hát egyébként, mert most az jutott ezt tudod, szoktam idézni Friderikus Sándort. Most Igen. nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy ott mindegy. Hát ő szokta mindig azt hát, mondani magáról mondtam. persze, hogy aki egy valamiben tehetséges, az mindenben tehetséges. Igen, a Kovács Lákos, összesen egy mondatot tudok tőle idézni, amivel egyetértek. Azt mondta, hogy a tehetség iránytalan. Ugye ez majdnem ugyanaz, ebben neki igaza van. É, például Na, hát ez az én pekkem. Mert? mert nem vagyok tehetséges. És az ja, az hogy Teljesen iránytalan. És őrült <laughs> módon tudom tisztelni, meg csodálni, inkább nem is tisztelni, ez nem jó szó. Aki valamiben ügyes, tehetséges, jól zenél, jól táncol, jól csinál bármit, azt én itt tátott tudom nézni, mert olyan, És amikor vezetsz, az, az is Ami ugyanez a tehetség. Hát, én az meg, amikor zenélek, akkor vagyok flóba, de a flow az maga a fló. Ne. Ne. Tehát hiába próbáljuk a személyiségünkhez hozzárendelni, az nem a mi tehetségünk, hanem attól jön elő, hogy próban vagyunk. Az ihletett állapot, mondjuk az inspiráció, az pont attól jön létre, hogy az elme kikapcsol. Telik kell napod úgy, hogy nem zenész. Igen. Már, már nem szükséges annyira. Volt, volt idő, amikor minden nap zenéltél. Már hogy gyakorolni? Igen, Gyakorol igen. soha életemben nem. Nem, odaülni, egy kicsit megpengetni a gitárt, mert most más irányt ő, De nem, más hát iránytől. Hát, nem azért meditáció zenéket, most mm. is csinálok az Novához, tehát épp, ma, ehhez a társasjátékhoz írtam 20 órányi meditációs zenét. 20 órányi meditációs szól Aha. Abszolút, tehát ugyanúgy tudsz menni egy QR-kód segítségével, és ezzel határozod meg a játék hosszát, hogy mennyi ideig szól a zene. Aha. Tehát így, így tudod belőle, hogy addig tart a játék. Tetszik. A manót is tehátároztad meg a fizimiskáját? Nem manó, hanem varázsló. Igen, manó. Varázsló. Hát aki a mesterséges intelligencia ja. Át, igen. igen. abszolút. A... Ja, ja, ja. Miért manózod a le a Mester Tamás varázslóját? Hát nézzük a Tomi igazságát. Hát még ilyet Nye? lemanózza. Egy okos üreg. Én kérek elnézést. Jaj, de jó. <laughs> játékosság. Ez a nagy igazságom. Nem tudom, hogy nem, nem értettem pontosan a feladatot, de szerintem, ha a legnagyobb igazságra az én életemben kíváncsiak vagytok, az a játékosság. Tehát, hogy ne nőjünk fel, ne vegyük túl komolyan magunkat, az életet, stb. Ez a játékosság, az a legfontosabb alapelemünk. Fú, de nehéz ezt megőrizni vissza kell kapni, szerintem a felnőtté válásnál ezt elveszítjük így is, úgy is, én is elveszítettem, és tudatosan kell visszaszerezni, ahogy az ártatlanságot is. És vissza lehet? Aha. Ezzel a flow izével. A flow izével? Aha. <laughs> Igen. Tehát az vissza tud jönni, Oké, de nem lesz akkor felelő... Tehát nem, nincs, hát Mert egy csomó felnőtt aggodalom jön bele. A felelősség az ugye a jövőre vonatkozik, ugye? Igen. Tehát, hogy azt mondod, hogy gondolnom kell a jövőre, egyébként ez a felnőttek alapmondata, nem? Hogy fontosabb Igen. lesz valahol a jövő, mint a jelen. Igen, a jelent ezért elfelejtjük. Én, pedig maga a jelen a legfontosabb dolog, ami az Igen, egyetlen az a dolog, az, nem csak, hogy az a tudja, hanem hogy ott folyik az élet. Igen. Csak és kizárólag a jelen pillanatban tud megnyilvánulni a, a lét. És... Erre szoktam mondani az embereknek hogy nem vagyunk jövőkutatók, nyugi. Igen. Nyugi az egy szakma. Meg <laughs> Amikor a jövőben majd elér ez a bizonyos pillanat, az már megint jelen lesz. Igen. Tehát sehol máshol nem fogy. És én ezt bizonyos ponton észrevettem az életemben, hogy valami nem stimmel. Tehát a felnőttévás, ugye elveszítettem azt az önfelett amit éreztem, és akkor mondtam, mi a, mi a, mi a franc, az, ami, ami hiányzik. És, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy a jelenlét. Hogy az, az amit elveszítettem, hogy azt. És az a fura, hogy a jelenlétet azt úgy veszített csak el, hogyha rádöbbensz a hiányára, akkor abban a pillanatban ott van megint. Tudod, tehát nem végleg veszítetted de hanem hogy ó, csak észre kell vennem, hogy mondjuk most ebben a pillanatban veletek itt dumálok, nagy, és, nagy, és ez nagy, nagyon, jó. Nagyon, eh, nagyon Nagyon nagy igazságok eh, lakoznak abban, amit mondasz, mert eh, egy kicsit ijesztő volt nekem, mint a, hogy hívják, a, a meditáció. Hú, ez valami nagyon tudományos, ebbe én nem tudok belemenni. Amikor ezeket mondod, de most már a beszélgetésnek erre a pontjára megtanultam lefordítani magamba. És valójában minden igaz, amit mondasz, mert az egyszerűség irányába hat. Tehát az, hogy az egyébként túlbonyolított életünket hogyan egyszerűsítjük vissza abba az állapotba, ahol nem túlaggódjuk, de nem válunk felelőtlenné sem, mert ugye. Tehát a. Kivezem hát a játékodat. Igen. Az, hogy valójában ezen a matrixon belül. Igen. Hogy tudunk itt balanszírozni az origóban, és azt az egyen, van egyen, most, van a most. A igen. most. Igen. És ott azt a bizonyos. M mert számomra van egy kulcs szó az életben, amit soha nem érünk el, csak az egyensúly. Aha. Hogy, hogy azt az egyensúlyt hogy tudod megtartani úgy, hogy itt maradsz ebben, a, ebben a, a, a körben. Mert ha ott maradsz, akkor tényleg ugyanúgy fog mosolyogni az ember, hogy te mosolyogsz. Uh -huh. Mert azt érzem ebből a flóból, hogy dolgoztál rajta, és te visszataláltál. A, a mostban. Megpróbálok sok időt tölteni ott. Tehát, hogyha mondjuk a. Ha van ilyen, hogy az életünk filmje lepereg, amikor meghalunk, ki tudja, akkor szerintem olyan hosszú ez a film, amennyi időt a jelenben töltöttünk. És emiatt nem, nagyon nem mindegy, hogy fejben hol járunk. Ez a 40 ilyen. perc benne lesz? Ez az itt és most jó volt? Flóban voltunk? Csodálatos. Jól van, akkor nagyon szépen Én köszönjük, köszönjük, hogy, szépen. Köszönjük, köszönjük, hogy, szépen. hogy itt voltál. 98.6 Manna, 98 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.